Soroksáról köszöntöm nagy szeretettel mindazokat a haliszurkolókat, sportbarátokat, akik a következő másfél-két órát a társaságunkban töltik, mégpedig abból a célból, hogy a Hungári Sport élő közvetítése segítségével kísérjék figyelemmel a Soroksár SC haladás Merkantil Bankluga labdarúgó mérkőzés, mert a két csapat az MB2 26. fordulójában játszik majd egymással, és melynek főszereplői a következők lesznek, és akkor nézzük először a miénk összeállítását. A kapuban 86-ossal Pálfi Donát véd majd, és akkor nézzük a kezdőcsapatból a mezőnyjátékosainkat. 4-essel Vanyász Vekanov, 7-essel Mohos Barnabás, 14-essel Lene Kornél, 15-össel Csonka Bonifác, 21-essel Horváth Rajmund, 26-ossal a kapitány Jagodics Márk, 27-essel Nyíri Vince, 45-ösen Kelemen Márkó, 70-essel Jancsó András, 73-assal pedig Beronya Zorán szerepel majd Alexander Jovics vezetőedző csapatában. És akkor nézzük a hazaiakat, a kapuban 32-essel Merg Szabolcsvéd majd a mezőnyben, 4-essel Kékesi Alexander, 5-össel Kaján Norbert, 7-essel Katona Máté, 11-essel Köböl Krisztián, 14-essel Sáj Sadirak, 15-össel Vági András, 20-assal a csapatkapitány Lovrencsics Balázs, 29-essel Korozmán Kevin, 38-assal Vas Ádám, 68-assal Varga Zétény lép majd pályára, vezetőedző pedig Lipcsei Péter, a mérkőzést Lovas László dirigálja majd, akinek asszisztensei Punyi Gyula és Dobos Dávid lesznek majd. A mérkőzést az MTVA engedélyével, az MLS hozzájárulásával közvetítjük, és akkor hamarosan megkezdődik majd a meccs, amelyet majd a mieink kezdhetnek, mégpedig azok a mieink, azok a szombathelyek, akik jelen pillanatban a 11. pozíciót foglalják el. 8 győzelem, 9 döntetlen és 8 vereség a mérlegünk, ez 33 pontot eredményez a vendégek. Tehát mi vagyunk, a hazaiak viszont ugye a Soroksár, ők egy picivel előrébb tanyáznak egészen pontosan. A 7. pozícióban 9 győzelem, 7 döntetlen és 9 vereség a mérlegük. Ezt okkal vonóval 34 pontot jelent. A mieink gólkülönbsége 34-38, azaz mínusz 4, míg a hazaiaké 27-30, azaz mínusz 3. Eléggé hasonló teljesítmény nyújtott eddig a két csapat, és nyugodtan lehet azt hiszem azt is mondani, hogy hasonló játékerőt képvisel, viszont most egy jó indítás, de sajnos lesről indult Horváth Rajmund. Ha minden igaz, akkor a jelenlegi mérkőzésen Alexander Jovics egy új felállással próbálkozik. 3 belső védő szerepel majd Pálfi előtt. Ene Jagodics és Csonka játszik majd úgymond a védősorban. Előttük pedig majd a jobb oldalon Nyíri, a bal oldalon pedig Beronya segíti majd mind a védekezést, mind a támadást. Kettőjük között pedig Zvekanov és Jancsó feladata lesz majd az, hogy megszűrje az ellenfél támadásait. Elő pedig Horváth Rajmund, Kelemen Márkó és Mohos Barnabás szerepel majd. Mondhatjuk akár azt is, hogy ez 4-3-4-3, vagy 3-4-2-1, kinek hogyan tetszik, ezt majd természetesen mérkőzés közben úgyis látni fogjuk. A hazaiaknál a születésnapját a napokban ünneplő, 52. születésnapját ünnepelte a napokban Lipcsei Péter, ő a 4-2-3-1-es felállást szokta volt általában kívánatosnak tartani. Elől majd az a Lovrencsics szerepel, aki az előző évben a Soroksáról lejátszott bajnoki mérkőzésen 3-szor is bevette a kapunkat. Az a meccs az egy rossz emlék nekünk, kifejezetten rossz, 4-0-ra kaptunk itt ki. Hát reméljük, hogy a mai mérkőzésen sokkal jobban teljesítenek majd a mieink. Egyébként a 2022-2023-as bajnokságban otthon 1-1-et játszottunk a soroksáriakkal. Ebben az idényben viszont szeptember 27-én sikerült 2-1-re legyőzni őket. A Hali stadionban Pintér és Szimut volt a mi részünkről eredményes, míg a Pest vármegyeiek találatát Varga szerezte. Vannak tehát rossz emlékeink, vannak jó emlékeink a Soroksággal kapcsolatban, hát remélhetőleg most majd a jó emlékek sora bővül, esetleg egy győzelemmel, avagy legalább pontszerzéssel megspékelve. A hazaiak azok, akik most először próbálkozhatnak. Varga! A 68-as számú hazai játékos tekerte középre a játékszert. A dolog vége, viszont kirúgás lett a javunkra, amit majd
elvégezhetünk a harmadik perc vége felé. Nem volt egyszerű dolog egyébként Alekszandár Jovicsnak akkor, amikor összeállította a csapatunkat, mármint a kezdő 11-et, mivel sérülések, eltiltások nehezítették a vezetőedző dolgát. Akikre nem számíthat eltiltás miatt, ugye Rácz Barnabás az Eto'o ellen kapott egy piros lapot, Szakály, Attila és Erdély Kálló pedig sárgát-sárgát gyűjtött be. Ez nekik már az ötödik volt, így aztán nekik is ki kell hagyniuk ezt a mai meccset. A sérültekről majd egy picit később, most azt nézzük, hogy a hazaiak adogatnak még a saját térfelükön. Az ötös számú Kaján tette be középre a labdát, egészen pontosan a négyes számú Kékesinek. Ahogy néztem egyébként, a hazaiak is négy helyen megváltoztatták azt a kezdő 11-et, amivel legutoljára kikaptak a Honvédtól idegenben 4-1-re. Mi ugye a legutolsó bajnoki mérkőzésünkön otthon a Rohonci úton 3-1-re kaptunk ki az Eto'tól, úgyhogy már lényegében a mérkőzés legelején ember hátrányba kerültünk. Így aztán nem csoda, hogy nem sikerült a nyugat-magyarországi rangadón pontot szereznünk. Előtte viszont 3 meccset nyertünk Zsinórban, tehát egyáltalán nincsen rossz formában a csapatunk, és ez elmondható a soroksáriakra is, ugyanis ők a Honvéd meccset megelőzően 3 győzelmet és 1 döntetlent tudhattak magukének, azaz egy döntetlen is megsüvegelendő teljesítmény volt, ugyanis Nyíregyházán játszottak 1-1-et. Mi ugye 3-szor nyertünk Zsinórban, előtte pedig Nyíregyházán kaptunk ki 2-1-re. A változatosság kedvéért ott is emberhátrányban játszottunk szinte végig, hogy ott ugye Tarján Patrik kapott piros lapot. Na most akkor ennyit a múltról, nézzük a mérkőzést, mármint a mai mérkőzés, az 5. perc közepén járunk, az állás pedig Soroksár haladás 0-0, mégpedig úgy, hogy gyakorlatilag még egyik csapat előtt sem adott komolyabb lehetőség. A hazaiak háztul passzolgatnak, egészen hátra Merglhez jutott a játékszerű előreével, ezt pedig Beronja fejeli vissza, Horváth Rajmund tette le Zvekanovnak, ő pedig a csapatkapitányt, Jagodicsot játszotta meg. Ez a passz viszont hosszú, Beronjának jöhetnek majd a hazaiak. Ahogy említettem, tehát 3 belső védő van hátul. Ene, Jagodics és Csonka. Nekik lesz majd a feladatuk az, hogy féken tartsák a hazaiak fizikálisan igen-igen erős támadóit, elsősorban ugye a gólzsákot Lovrencsics Barnabást, aki annak idején 15 alkalommal szerepelt az NB1-ben is, mégpedig a Ferencváros színeiben, de egy időt eltöltött a győri Eto'o csapatában is, azt viszont már az NB2-ben. Pálfi a labdával, aztán Csonka. Csonka Beronjának nyújtja előre, Beronja szépen lekezeli a labdát, megindul befelé, majd egy jó passz Horváth Rajmundnak, ez még jó lehet, ha pontos a beadás, hát ha nem is volt túlzottan pontos, egy szögletet minden esetre sikerült Rajminak kiharcolnia, a találkozó 7. percében tette mindezt 0-0-ás állásnál. Horváth Rajmund készülődik a sarokrugás elvégzésére is, ugye az állandó pontrugás felelős Erdély Kálló sárgalapja miatt a mai mérkőzésen nem szerepelhet, így aztán valószínű, hogy Rajmi végzi majd el szinte az összes pontrugásunkat, köztük a szögleteket is. Nézzük, hogy hogyan tekeredik középre a labda. Ez nem rossz az ívéből ítélve, Jagodics az, aki megpróbálta lefejelni, a hazaiak kivágják az oldalvonalon kívülre, a 7-es számú Katona volt az, aki így módon szabadított fel. Ene ballag oda, hogy elvégezze a bedobást. Túlságosan sok néző nem látogatott ki ide a soroksári pályára, viszont külön öröm, hogy Szombathelyről is jöttek, legalább 20 szurkolót látok és hallok. Egyértelműen az ő hangjuk érvényesül. Bizdatják a kedvenceiket, azaz a Hali csapatát. Mérkőzés állt láttam azért a hazai B közéből is pár embert. Akár azt is mondhatom, hogy Sippal, Dobbal, Nádi Hegedűvel érkeztek, viszont egyelőre csend van oda át. Talán azért, mert többnyire Hali játékosok lábain vándorol a labda. Most éppen Csonka passzol Jagodicsnak.
Jagod is szépen Horváth Rajmundhoz, aztán Beronja, nincs Les, kinéztem a partjelző, Beronja lő kapura, és Merl volt az, aki könnyedén ölelte magához a játékszert, mivel a lövés középre ment. Sáj a labdával. Ütette vissza, aztán Merl fordít. Kékesi teszi előre, ott viszont Ene gyűjti be a labdát. Egy keményebb közbelépés. Játékvezető azonnal sárga lapot húzott elő, ha jól láttam, akkor Zvekanov volt ez, aki ezt a figyelmeztetést kapta. Nem jó jel, hogy rögtön a 9. percben besárgul az az ember, az az egyik olyan játékosunk, akinek feladata a labdák begyűjtése és elosztása. Na és persze az ellenfél támadásainak féken tartása, megszűrése. A szabadrugás pedig már a mi térfelünkről jár a hazaiak javára, a találkozó 10. percének elején 0-0-ás állásnál. Kérkesi nézegeti, hogy hova rúgja a labdát, tesz ide a túloldalra, ahol Kaján kezeli le, majd pedig megindul előre. Aztán elpasszolta azt itt hátra, ahol ismét Kékesi, majd pedig Merl érhet labdába. Sáj. Kaján, vissza Merl. Nagyon úgy néz ki, hogy gyakran bevonják majd a játékba a hálóőrt. Katona előre teszi hosszan a labdát, Varga nyargal érte. Viszont nem érte el, így aztán kirúgás a javunkra. Addig egy kicsit bele pislantok a jegyzeteimbe, és ott azt olvashatom, hogy a hazaiak eddigi 34 találatából Roblencsics Balázs 6-ot vállalt magára, Varga Zétény pedig 4-et, a többiek 2-3 góllal rendelkeznek, jóval többen vannak, ilyen szempontból 3 gólosok, mint nálunk. Közben egy labdaszerzés után Kelemen, majd pedig Beronja. Nálunk ugye viszont van egy 10 gólos az eltiltott Rácz Barnabás, Horváth Rajmund 4-szer vette be az ellenfelek kapuját, és akkor már említett 3 találattal rendelkező 2 játékosunk, Nyíri, illetve Pintér. A többiek kivétel nélkül 1-1-1 gólt szereztek. Abból a 34-ből, amit ebben a szezonban eddig rúgtunk. Egyik csapat sem kapkodja el a kezdést, lassan az első negyed óra vége felé járunk, és továbbra is 0-0 a találkozó állása. Nyíri tette Kelemenhez, Kelemen Horváth Rajmund felé, de Sáj szögletre tudott szerelni, jött a második sarokrúgásunk, és ha jól látom, akkor ismét Horváth Rajmund fogja majd ezt is elvégezni. Jönnek előre a belső védőink, Ene, Jagodics és Csonka is. És azért Kelemen sem tartozik az alacsonyabb játékosok közé, tehát egy pici magassági fölényünk is van. Ide-oda pattog a labda, aztán Sáj rúgott egy jó nagyot bele, Nyíri visszateszi, Ene megtoldja, Jancsó pedig megpróbálja megszerezni a játékszert. Beronja nem hagyta, hogy kimenjen a labda. Na most megszólaltak a dobok, mármint a soroksári kis dobosok, avagy úttörők. A lényeg, hogy egy pici szurkolást most kaptak a vendéglátók is, mármint a csapatjátékosai. Messziről teszik haza Merl, már azzal is sokat tett a csapatáért, hogy le tudta kezelni ezt a labdát, aztán megnyújtja messze előre, ahol Jagodics takarít, mindaddig, amíg nem szabálytalankodnak vele szemben. Szabadrugás a javunkra.
ne végezheti majd el. Jagodics, Pálfi, Csonka, letámadnak a vendéglátók. Varga próbál meg labdát szerezni, de sikerült is sajnos neki. Egy bedobást tudott kiharcolni, amit majd Kaján végezhet el. Katona mutatja magát, de valószínűleg nem ő kapja. Aztán jön a kapitány Lovrencsics is. Egyelőre ő se. Varga lett a célállomás. Kaján betekeri a kapunk elé! Hát ezt kár volt így hagyni, mármint hogy a hazaiaknak sikerüljön kapura fejelniük, mert nem sok sem hiányzott ahhoz, hogy megszerezzék a vezetést. A 29-es számú Korozmán volt az, aki fejjel veszélyeztetett. Ő is egy olyan játékos, akire nem árt odafigyelni, mert azért benne van a gól. Hát, ha jól emlékszem, nem mernék le megesküdni, de szerintem a Honvéd elleni egyetlen góljukat Korozmán szerezte a soroksáriaknak az előző fordulóban, akkor ugye, amikor 4-1-re kikaptak a kispestiek otthonában, az 2 hete volt, mivel a bajnokságban a válogatott programja miatt 2 hetes szünet volt. Katona teszi hátra a labdát, Sáj híveli előre, ahol Beronya gyűjti be. Beronyát Varga szerelte. Aztán Kaján teszi vissza a labdát, Katona. Vissza, ismét Merl avatkozhat játékba. Ene fejelte vissza a labdát. Egy falt, Zvekanovval szemben. A 11-es számú Köböl volt a vétkes. Mi rúghatunk. Jagodics, ez jónak tűnik, Horváth Rajmund robbanhat neki, hogyha Sáj nem keresztezett volna. Még időben. A vége viszont bedobás lett a javunkra. Sokat ígérő volt ez az előre rúgott labda, csak hát a hazaiak belső védője előnyösebb pozícióból rajtolhatott. Marad így aztán a 0-0, akkor, amikor már a 16. percben járunk, megint csak Sáj szabadít fel, megtolják a hazaiak. Ott viszont csak Szombathelyi játékos volt, Ene előre húzott labdája, viszont nem talált társat, mármint Szombathelyit. Egy falt. Most megint csak mi rúghatunk szabadrugást, Mohos Barnabás volt az, akit szabálytalanul választottak el a hazaiak a labdától. Jagodics kapja, majd pedig ő továbbítja Csonkának. Jancsó, Beronya, Kelemem, Horváth Rajmund, Lesről indult, sajnos. Beronya sokat van játékban, ő volt az, aki a győriek ellen a legutóbbi mérkőzésünkön a hosszabbítás pillanataiban a becsületgólunkat szerezte, ugye 3-0-ás állásnál vette be a Rába partiak kapuját. Úgy alakította ezzel ki a győriek 3-1-es győzelmét, azaz az 1-3-as végeredményt. Varga próbált meg befelé cserezni, a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság, nálunk a labda, ez kint volt. Horváth Rajmund kapta már az oldalvonalon kívül a lasztit. Bedobás, amit majd Kaján végezhet el. Játékvezető Vargát hívja magához egy lelki fröccs erejéig. A soroksári játékos egy kicsit túlságosan vehemensen reklamált. A sárgalapot viszont megúszta. Kaján. Pontatlanul kapta vissza a labdát. Köböl volt az, aki összehozott nekünk egy bedobást. Beronya. Sáj rúgja előre, aztán Lovrencsics, Csonka, Jagodics,
aztán Jancsó. Hát az utóbbi másfél percben nem fordult elő az, hogy egy csapatból egymást követően két játékos is labdához érjen. Kiszorító jellege volt a játéknak, most viszont egy szabadrugás, amit elvégezett már a hazai csapat, egészen pontosan Katona volt az, aki letette a zsugát, most pedig már Sáj kapja. Egy csellel próbálkozik, kis hián elveszítette, de még Kékesihez oda tudta pöccinteni a labdát. Vas Ádám, ő is megjárta már az élvonalat, akár csak több másik soroksári játékos. Kékesi. Ő kapja vissza. Holzer, Vas Ádám, Katona, Vági, Kroner és Korozmán is szerepelt már az NB1-ben, Lovrencsics Balázs mellett. Vas teszi Kajánnak, a labdát Kaján megindul előre, aztán vissza passzolja az Kékesinek, ő előre, de már vissza is kapta. Korozmán volt, és a labda újfent Merdl lábán. Mint ahogy már korábban is említettem, a kapus elég gyakran játékba kell, hogy avatkozzon. Teszi mindezt a 20. perc Terekán 0-0-es állásnál. Különösebb nagy helyzet, uram bocsán, az ittszer, még egyik csapat előtt sem adódott. Egy olyan lehetősége volt, hogy Varga előfejelte a labdát. Most pedig már Nyíri, aki a jelenlegi felállás szerint ugye egy sorral előbbre lépett. Nem a védelem jobb oldalán szerepel, hanem a középpályánk jobb oldalán. Ő védő van hátul. Pálfi mutatja a többieknek, hogy menjünk egy kicsit előbbre. Kelemen próbálja meg megcsúsztatni a hárított szegletre. Hát két lövése, ami eddig eltalálta a hazaiak kapuját. Nálunk Pálfinak nem sok dolga volt. Jól tekeredik középre a labda, lett a javunkra, hanem szabadrugást végezhettek el a hazaiak a 22. percben, amikor az állás Soroksár, haladás 0-0. És már Mohos teszi vissza, aztán Nyíri, majd Kelemen. Zvekanov, ez pontatlan ez az előrehetett labda, de hibáztak a haziak. Horváth Rajmund, megint csak Sáj volt az, aki megállította a támadásunkat. Varga, Jancsó mellett húzott el, majd megindul a jobb oldalon. Varga befelé cserezget, és most már oda is dobhatta a lasztit Csonkához. Csonka, Jancsó. Csimbe kapta a labdát, el is vették a hazaiak. Beronja, aztán Csonka. Horváth Rajmund. Beronja. Sáj. Vas Ádám tette pontatlan. Minden tiszteltem a Hari szurkolóké, ugyanis egyértelműen dominálnak a buzdítás terén, szinte csak az ő hangjukat hallani. Kaján tette vissza a labdát Kékesi, majd pedig újfent Mergl. Próbálta megállítani, és sikerült is neki. Kaján kapja, majd pedig Vas. Kékesi. Ismét Vas. Vági teszi vissza. Korozmán. Katona. Ó, ez egy kemény halt volt Korozmánnal szemben, de mehet tovább. Pedig a 15-ös számú
Vági próbálta megszerezni a játékszert kevés sikerrel. Mi jöhetünk a találkozó 25. percében, amikor az állás Soroksár ST haladás 0-0. Jancsó, aztán nyírja mieink részéről. Kelemennek-e hosszú lesz, Sáj, aki ismét keresztezni tudott, általában jókor van jó helyen, a hazaiak belső védője, mármint soroksári szempontból. Egy újabb bedobás a javunkra. Ene jön előre, hogy ezt elvégezze. Nyíri volt, aki megpróbálta középre gyötörni a labdát, ez nem sikerült neki, kirúgása a hazaiak javára. Továbbra is gól nélküli állásnál. Kékesi vállalja magára a kirúgás elvégzését. Váginak intett, hogy esetleg ő kaphatja, viszont Merglet választotta, akinek előreívelését. Beronja fejelte vissza. Tavasnak a kezéhez ért volna a labda, ezt a játékvezető másképpen látta. Kaján. Lovrencsics. Zvekanov szerelt, Javod is meg már átléphet az ellenfél tér felére. Ismét Horváth felé egy kiugratási kísérlet, most már Mohosnál a labda. Mohos, aztán Jancsó, Zvekanov, ez egy kemény belépő volt. Ott is maradt a füvön egy rövid időre Zvekanov. Hát egy olyan 28-30 méterről jár a szabadrugás a javunkra. Nyíri rugott már ilyen távolságból veszélyes szabadrugást, és most is ott van azok között, akik végrehajtóként jöhetnek számításba. Mohos Barnabás van még ott a labda mögött. De minden valószínűség szerint majd Nyíri lesz, aki elvégzi. Kérdés az, hogy kapura lövi a labdát, vagy pedig megpróbálja megjátszani a többieket. Kapura lő, nem is volt reménytelen próbálkozás, de azért egy jó fél méterrel, vagy egy picivel többel a kapu fölött hagyta el a játékteret a labda. Kékesi végzi majd el a kirúgást. A 27. perc végén 0-0-ás állásnál teheti mindezt. Mergl. Kékesi kapja vissza. Bedobás, amit majd Vági végezhet el. Köbön. Visszateszi Váginak, Vági felrúgja az égbe a labdát, Katona megtoldja, Jancsó pedig visszafejelt, aztán Sáj, Jagodics, Lovrencs is nyújtja előre, Varga fele, Varga lekezeli, majd belép a 16-oson belülre, nagyon szépen érkezett Beronja. És mutatja a játékvezető, hogy kirúgás a javunkra. Ezek szerint Beronje úgy tudott játékba avatkozni, hogy a labda visszapattant Vargára. Jagodics íveri előre. Most megtoldja fejjel. Kelemen próbálkozik meg letámadni, egészen pontosan a kapust próbálta megzavarni. Mohos teszi Nyírihez, aztán visszakapja Mohos. Ene, ismét Mohos, szabadrugása javunkra. Mohos Barnit faltolták, már a hazaiak térfelén történt mindez. A szabadrugást pedig majd Jagodics végezheti el. Csonka, Berenja kér itt a szélen a labdát, már mint a bar szélen, nem ő kapta, Jagodics, aztán Nyíri. Nem tudta sajnos lekezelni a labdát, így bedobás. Ez pedig Vági végezheti majd el.
köböl jön hátra a labdáért, azt visszafejeli Vágihoz, Vági előre vágja a labdát. Korozmán próbált meg játékba avatkozni, nem sikerült neki, így aztán ismét bedobás a Soroksár javára, amit a változatosság kedvéért majd ismét Vági végezhet el, mivel Kékesi átengedte neki ezt a jogot. A 30. perc végén járunk, Soroksár haladás 0-0, de akár lehetne fordítva is a játékképe alapján. Csonka rúgta előre a labdát. Nyíri, aztán Kelemen. Mohos. Bedobás a javunkra. Hene végzi majd el. Ez most még csak egy opció, de minden valószínűség szerint a 14-es számú játékosunk ezt nem engedi át másnak, mármint a bedobást, aztán Mohos vissza Enéhez, ez még jó is lehet, így egy lövés! Ez biztató volt, ez Vekanov készítette le, és Nyíri volt, aki megcélozta a kapu jobb alsó sarkát, és hát nem is tévedett túlságosan sokat. Ez már a harmadik olyan lövésünk, ami mondjuk azt, hogy amiben benne volt, akkor akár még a vezetés megszerzésének a lehetősége is. Jancsó próbált meg labdát szerezni, viszont a hazaiak jöhetnek kanyár évén, de Jancsónak most sikerült szerelnie, meg is indul előre. Horváth. Beronja, aztán Csonka. Jagodics, Csonka, Pálfi, Beronja, szépen tisztán kapta a labdát, meg is indult előre. Beronja még mindig, Nyírinek a túloldalra, Mohos vette át hosszan a labdát, most pedig már Csonkának kell tisztázni a Korozmán elől. Ene, Jagodics, majd ismét Csonka. Aztán újfent Ene. A három belső védőnk az, aki hátul most passzolgat. Beronja kéri, ez viszont nem volt jó labda, Varga könnyedén csippentette rá a levegőből. Viszont Jagodics jól lépett ki a védőfalból. Horváth, Sáj szerelt bedobásra. Két labda van a pályán, valószínűleg a játékvezető megismételteti ezt a bedobást, amit már Beronja végezhet el. Jancsó. Katona rúgta rá Beronjára. Bedobása sárga feketék javára. És a sárga feketék ezúttal nem a Falkó kosárlabda csapatát jelenti, hanem a Soroksári SC labdarúgó együttesét. Lovrencsit csúsztatta meg előre. Jancsó, aztán Zvekanov. Lovrencsics, Kaján. Mohosról pattant ki oldalra. Katona most Mohos rántotta vissza az ellenfelét. Szabad rugás a Soroksár javára a találkozó 34. percében 0-0-as döntetlennél. Katona Kékesi a labdával. Ismét Katona. Köböl. Lovrencs is teszi vissza. Horváth. Nyíri. Nem sokáig volt nálunk a Laszti, mivel hátra került Merglhez. Sáj. Vas. Katona. Sáj. Majd pedig Mergle. Köböl. Sáj.
Vági. Katona. Zakanov próbálja meg szerelni. Most pedig már új fent Sáj labdával. Vas. Jancsóhoz. Zvekanov. Nyíri felé. Vági tudta elfélni előle a labdát. Eneki átott nagyot. Viszont nem szabadrugás következik a javunkra, hanem bedobás. Hát eddig túlságosan sok izgalmat nem tartogatott ez a mérkőzés. A 35. perc végén járunk, és továbbra is 0-0. Lényegében három távoli lövés volt, amely arra volt méltó, hogy megemlítsük. A hazaiak lényegében olyan támadást nem is igen tudtak felépíteni, ami magában hordozta a gól lehetőségét, de nem akarok olyasmit állítani, amire esetleg cáfolat érkezik, mivel hogy Varga 16-oson belül esett el. Szerencsénkre nem 11-es következik, hanem sarokrúgás jár csak a soroksáriak javára. De ettől még tény, szóval az elmúlt 35 percben azért túlságosan sokszor nem veszélyeztették a kapunkat. A hazaiak ezt persze korán sem jelenti az, hogy majd a folytatásban nem teszik, de szerintem nekünk jó ez így. Mármint az, ha ebben a mederben folytatódna a mérkőzés. Szögletrugás a bal oldalról, a hazaiak javára. Már 37. perc is elkezdődött 0-0-sárásnál. Kelemen bólintotta előre, Horváth megtoldotta, most pedig Mohos az, aki felszabadított. Sáj. Aztán ismét ő, de most fejjel. Kelemen küzd Kékesivel. Aztán Mohos volt, aki szabálytalankodott a felezővonal környéken. Szabadrugás a soroksár javára. Lipcsei az, aki eléggé vehemensen reklamál. Egyéb iránt Vági volt az, aki a földre került, de már különösebb probléma nélkül talpon, tehát még ápolásra sem volt szükség. Nagyobb volt ennek a szituációnak a füstje, mint a lángja. Katona tette vissza Kékesi a labdával. Kékesi megpróbálja kiugratni Vargát. Beronje érkezik, viszont a labda Horváth elé került, aki kirúgta az oldalvonalon túlra, így aztán bedobásra hazaiak javára, amit majd Kaján végezhet el a találkozó 38. percében, akkor, amikor Soroksár haladás továbbra is 0-0. Lovrencsics toldotta meg a bedobást, Mohos a labdával, kiharcolt egy szabadrugást, Varga szabálytalankodott Mohossal szemben. Hát csendesen csordogál eddig a mérkőzés. Abból indulunk ki, hogy mennyi hiányzónk van. Ugye három stabil kezdőjátékosunk eltiltás miatt, többen pedig sérülés miatt hiányoznak, akkor én azt hiszem, hogy nem kell panaszkodnunk Csonka labdával. Viszont, hogyha a játékképét nézzük, akkor ebben a meccsben bármikor benne van az, hogy találunk egy gólt, és akár nyerhetünk is. Köböl most a labdával. Kirúgás javunkra. Jagodics volt jókor, jó helyen. Halkan mondom, azért az ilyen meccsekben az is benne van, hogy az ellenfél talál egy gólt. De erre most inkább ne is gondoljunk. Induljunk ki abból, hogy a lehetőségeket, inkább lehetőségecskéket tekintve azért mi állunk jobban. Na meg több szögletet is rúgtunk. Még egy pozitívum. Jancsó labdával. Horváth kap hátról egy rúgást Kajántól. A játék mehet tovább. Zvekanov lépett oda kőkeményen, majd pedig Csonka passzolt Enéhez. Ené megindul előre. Majd pedig bedobás, de
Immár a hazai, aki a vára. Vági végezheti majd el. A 40. minutum derekán. Lipcsei mutogatja az övének, hogy menjenek előre. Próbáljanak meg nyomást helyezni a haladás csapatára. Akár ezt úgy is felfoghatjuk, hogy ez Lipcsei Péter születésnapi kívánsága. Ahogy említettem, 28-án ünnepelte 52. szülinapját a Ferencváros egykori remek labdarúgója. Ugye ugyanez igaz Alekszandar Jovicsra is, mármint nem az, hogy 52 éves, hanem az, hogy a Ferencváros labdarúgója volt ő is. Beronja dobhat most. Csonka, Jancsó, Jagodics. Ene, Nyíri. Kós felé. Szabadrugás a hazaiak javára. Hát, nekem úgy tűnt, hogy sipolt a játékvezető, de hát nem csak nekem tűnik, úgy, hanem a játékosoknak is, így aztán vissza az egész. Kérdemény tisztelettel, vissza az egész? Nem, tovább engedte a Spori, pedig nekem nagyon úgy tűnt, hogy sipolt. A szabálytalanságot követően Mohos volt az, aki helyet csinált magának. Ezek szerint nem járt szabadrugás a hazaiaknak, de visszaadtuk a labdát, és most már Sáj az, aki megindulhat előre. Viszont egy rossz passz. Hanvába halt ezzel a Soroksár atakja. Beronja a labdával. Jancsót keresi ezzel a bedobással, viszont ketten veszik körül. Jancsót Sáj. Kérdés, hogy kiről ment ki a Laszti. Mi játékosunkról, így aztán dobhatnak a Soroksáriak. Kaján. Hát nincs nagy mozgás, nem lesz neki egyszerű feladata. Lovrencsics ettől függetlenül fejjel megtoldotta a labdát, Csonka visszarúgja. Akár ki is mehet ez a labonalon túlra, a játékszer hagyja. Kaján, kirúgás a Soroksár javára. A 42. perc végén. Kékesi. Nem rágjuk le a körmünket az izgalmaktól. Vági. Korozmánt előzte meg Ene. Vági dobhat. Határozottan kellemes labdarúgóidő van, egy olyan 15-16 fok körül lehet a hőmérséklet még most is, ugye 16 órakor kezdődött a találkozó, és gyorsan akkor nézzük azt, hogy volt már tegnap egy Mercantil Bank Liga mérkőzés, ezen a Moson-Magyaróvár hazai pályán szerepelt 3-0-es vereséget szenvedett át a Nyíregyház által. A Nyíregyháza, mint ahogy már többször is mondtam, a korábbi közvetítések alkalmából már szinte fél lábbal az NB1-ben van, a Moson-Magyaróvár meg fél lábbal az NB3-ban. A mi meccsünkkel egy időben kezdődött a Budafok-Honvéd derbi is, a többi meccs majd később lesz az NB2-ben. A megyei első osztályban játszottak egy meccset tegnap, mármint haladás érdekeltségű mérkőzést, királyese haladás 1-2. Pruska és Zsédej szerezte a mi góljainkat, Zsédej egyéb iránt 1-1-es állásnál a 86. percben állította be a 2-1-es végeredményt. Az NB3-as csapatunk, a haladás, az Eto Akadémiát fogadja a mi mérkőzésünkkel egy időben, azaz 16 órától, a női NB1-ben pedig Puskás Akadémia, haladás Viktória 4-0. Ez volt ebben a fordulóban az összes olyan mérkőzés, amely haladás szempontból fontos lehet. Most pedig az is fontos információ, hogy elkezdődött az első félidő utolsó perce természetesen,
a rendes játékidőt tekintve. A játék is folytatódhat, mihelyt Jagodics olyan állapotban lesz, hogy folytatódhat a játék. Kezét fájlalja a csapatkapitányunk, de hát ezt a játékot már, mint a labdarúgást, lábbal játsszák, így aztán folytatódhat a mérkőzés, viszont Ene végzi el ezt a szabadrúgást, és nem Jagodics, aki már látszik, hogy teljesen játékra alkalmas állapotban van. Beronje a labdával, Sáj lépett közbe, de ismét Beronje! Horvátot próbálta megjátszani, Horváth Rajmi utol is éri a lasztit, aztán Jancsó, majd ismét Horváth, mert a 16-oson belül jár, két jó csel, középre jön a labda, és Sáj! Az utolsó pillanatban rúgta ki a hálóba tartó kérdemény labdát, minden esetre ebben a támadásban benne volt a vezető gólunk, sajnos benne is maradt. Na, így a félidő utolsó pillanataiban legalább volt egy olyan támadásunk, amely után, vagy amely közben felszisszelhettünk. Ezen kívül olyan túlságosan sok izgalmas jelenet nem volt. Ugye volt három olyan távoli lövésünk, amelyből akár gól is eshetett volna. A hazaiak számára még három ilyen lehetőség sem volt. Ők nem túlságosan sokszor veszélyeztették Pálffy kapuját, így aztán szerintem abszolút nem meglepetés az, hogy az első félidő végén az állás Soroksár SC haladás 0-0. Most a szünet következik, aztán jövünk vissza a folytatással, tartsanak akkor is velünk!
Lassan, de biztosan következik a második félidő egy Soroksáron, ahol volt csere, ha láttam az első, ha jól látom. 7-es, 6-os. A hazaiaknál, azaz Katona helyére érkezett Német Erik. Tehát ez az egyetlen változtatás, ami a második félidőre történt. De azért gyorsan fussunk akkor végig, hogy milyen lehetőségeik vannak a vezető edzőknek. Nálunk Alekszandár Jovics, de azért még várjuk meg ezt a támadást, hát ha történik valami jelentős dolog. Beronja a labdával, megpróbálta középre tenni. Levágodott a védőkről, és akik már fel is szabadítottak, akkor gyorsan nézzük. Tehát a kapus cserénk, a tartalék kapusunk 87-es Verpec István, mezőnyben 8-assal Frák Marcell, 19-essel Katona István, 22-essel Bolla Gergő, 24-essel Rétyi Robert, 35-essel Predrag Bosnyák, 77-essel Svoboda Dániel, 88-essel Szijjártó Ármin, 95-essel pedig Pintér Attila Filip vár bevetésre. A hazaiaknál két tartalékkapus is van, 1-essel Apró Máté, 31-essel Holzer Ádám. A mezőny játékosok 10-essel Gálfi Zoltán, 12-essel Pintér Dominik, 19-essel Varga István, 22-essel Borbé Bence, 23-assal Kroner Martin, 27-essel Sipos Zoltán, 76-ossal Dragoner Dávid Filip, 77-essel Vince Ádám, 97-essel pedig Hajdu Roland lépett majd pályára, abban az esetben, hogyha Lipcsei Péter vezetőedző úgy dönt. Közben pedig egy ápolás nálunk, mégpedig akkor, amikor továbbra is 0-0 a mérkőzés állása, mégpedig annak a mérkőzésnek 0-0 az állása, amelynek első félidejében bizony nem sok olyan esemény történt, amelyet az említésre méltó kategóriába tudnánk sorolni. Nekünk volt 3 távoli lövésünk, amellyel veszélyeztettük Mergl Szabolcs kapuját. Aztán az utolsó pillanatokban volt egy veszélyes szituáció, amely Horváth Rajmund cselei után alakult ki a hazaiak kapujánál. Egyikből sem született gól. Hát a vendéglátók, a hazaiak pedig lényegében gólhelyzetet sem igen tudtak kialakítani, és sajnos nagyon úgy néz ki, hogy változtatni kényszerül Alekszandár Jovics, meg pedig azért, mert a 15-ös számú Csonka Bonifác megsérült, és a helyére kell egy védőt beküldeni. Minden bizonnyal majd Bolla Gergő jelentkezik játékra, aki már ezt a szabadrugást el is végezhette. Tehát továbbra is maradunk a 3 belső védőnél, annyi különbséggel, hogy Csonka helyett Bolla lesz majd a harmadik, ugye Jagodics és Ene továbbra is ezt a sort erősíti. Varga tette hátra a labdát Váginak, aztán ismét Varga. Ene lépett jól oda, bedobása javunkra természetesen Csonkának. Mielőbbi felépülést kívánunk ebből a sérülésből, amit most szedett össze. Kelemen a labdával, bal lábán a labda, és egy lövés. Ez talán a negyedik olyan lövés, amire azt mondhatjuk, hogy veszélyesen tekeredett a kapu felé, de sajnos csak felé, mert kaput nem talált, így aztán az eredmény nem is változhatott. Maradt a Soroksár haladás 0-0, mégpedig a 49. perc elején. Kékesi rúgja előre a labdát, Lovrencsics toldotta meg, Bolle egy kicsit hosszan vette, nem kicsit, nagyon. Így aztán a hazaiak támadhatnak, Lovrencsics, hú. Elnézést kérek Lovrencsics-től, mert ez bizony Korozmán volt, aki megpróbálta kapu elé tekerni a labdát. Igen, igen, gyengére sikeredett a beadása. De hát ez legyen a hazaiak gondja. Horváth révén most viszont mi támadhatunk? Nyíri felé a labda. Nyíri be is gyűjti. Aztán vissza Horvátnak. Zvekanov. Jagodics. Nyíri.
Marga lépett közbe, de kelemen érett a labda, aztán most már megint csak Nyíri küzd érte. Sajnos kevés sikerrel. Lovrencs is teszi vissza a labdát. Hát azt jobb lett volna, hogy Nyíri hagyja, hogy bedobás legyen a javunkra, mert megpróbált vele támadást kezdeményezni, mármint a labdával, és nagy igyekezetében kivezette az oldalvonalon kívülre, hogy aztán a soroksáriak dobhatnak. Az 51. perc derekán 0-0-ás állásnál tehetik mindezt. Köböltette középre. Zvekanov pedig szép, egészséges felszabadító rugással kirúgta az oldalvonalon kívülre a lasztit. Bedobás. Eszter az oldalról általában Vági szokta volt elvégezni, és a hagyomány most sem törik meg. Lovrencsics eljátszotta a nagy halált, a játékvezető ezt egy szabad rugással díjazta. Kékesi fogja majd elvégezni. De még a saját térfelükről rúghatnak a soroksáriak. Hát ezt Varga felé lett szánva. Esélyesen volt, hogy megszerezze a hazaiak 68-asa. Kékesi. Hát hámozta magát a miénken, köböl, de nagyon jól lépett oda Kelemen. 2-3 ellen hozhatjuk. Még mindig Kelemen. Egy falt. Korozmán volt, aki szabálytalankodott Kelemennel szemben. Egy nem rossz ökből rúghatunk egy olyan 18-19 méterről. Erre szoktuk volt azt mondani, hogy a bal összekötő helyéről. Minden esetre. Onnét azért el lehetne találni a kaput. Első félidőben is volt egy lehetőségünk, amit Nyíri próbált meg értékesíteni, és egy picivel kapu fölé lőtt. Közben a hazai szurkolók kéltetik a vezetőedzőt, Lipcsei Pétert, boldog születésnapot kívánva neki. Hát a Halibé közép erre válaszolt, de azt nem idézném. Lényeg a lényeg, hogy szabadrugás a javunkra, maradjunk a 19 méternél, Nyíri Vince a labda mögött. Biztos, ami biztos, Kaján még oda fekszik a sorfal mögé, hát ha valaki felugrik és elmegy alatta a labda. Nyíri. Ez megint csak néhány centivéterrel ment el a kapu fölött, ez jobb volt, mint az első félidőben. És ebben azért már Merglnek is volt egy kis szerepe, egészen pontosan az, hogy ő paskolta kapu fölé a labdát. Én azt hiszem, hogy ez a Nyíri szabadrugás az 54. percben volt az, ami leginkább magában hordozta a vezetés megszerzését a Hali számára. Most pedig a szöbbleget után a hazaiak fejelik ki a labdát, Mohos gyűjti be. Sajnos Mohos elveszítette, aztán mi szabálytalankodunk. Horváth rántotta vissza. Vargát rúghatnak a hazaiak. Sáj elvégezte, de nem onnét, ahonnét kellett volna, így aztán meg kell ismételnie ezt a szabadrugást, amit Mergle kapott. Ő íveli előre, Lovrencsics felé. Lovrencsics küzd a labdáért, Vargához tudja továbbítani a játékszert. Varga áthámozta magát a védőkön, de aztán fennakadt Bollán. A játékvezető viszont azt jelzi, hogy itt bizony szabadrugás lesz majd a hazaiak javára. Ergo szabálytalankodtunk Vargával szemben. Hát azért ez jóval messzebb legyen a 30-32 méterről. Hát furcsánám, hogyha ezt megpróbálnák kapura továbbítani, kapura lőni a hazaiak. Köböl áll oda a labda mögé, de lemernék fogadni, hogy ebből passz következik, megpróbálja majd a 16-oson belőre ívelni. Hát azért ott jelentős magassági fölényben vagyunk, de egy pontrugás után bármikor bármi megtörténhet.
köböl, beteszi a 16-oson belőre, és ahogy várható volt, el ne fejelte ki a labdát, ez egyik magas belső védőnk. És most már Merglnél egészen háttul a hazaiak 16-osán belül. Egy újabb előreévelés, Beronje érkezett, mint egy harckocsi. Hát most nem lettem volna a hazai játékos helyébe, mert úgy tarolta le, hogy jöhet is a segítség, a csereként beállt a német került fűre. Történt mindez a mérkőzés 56. percében, akkor, amikor az állássoroksár haladás 0-0. Az első fél időből megpróbáltam poénként elsütni, hogy akár fordítva is lehetne ez a gól nélküli állás. A kijelentésemet továbbra is fenntartom, mert bizony hazudnék, ha azt mondanám, hogy mondjuk a Hali dominál, de ez a soroksára sem igaz. Lényegében egy olyan mérkőzést láthatunk, amelyre ugye azt szoktuk mondani, hogy főként a mezőnyben gyűrik egymást a csapatok, inkább a küzdelem dominál, mint sem a színvonalas játék. És tudnék még ilyen okos dolgokat mondani, de nem teszem, mert a lényeg, hogy a kapuk bizony nagyon-nagyon-nagyon ritkán forogtak eddig veszélyben. Úristen, igazából a miénk még veszélyben sem forgott. De hát maradjon ez így a mérkőzés végéig. Minden esetre német egy turbánszerű kötést kap a fejére. És minden valószínűség szerint folytatni tudja majd a játékot. Tőlünk pedig Jancsó András részesült némi ápolásban. Neki is el kellett ugye ezt követően hagyni a pályát, és majd a játékvezető engedélyére kell várni, hogy visszatérhessen. Hát ez fog majd történni német esetében is. Továbbra is egyértelműen a Hali tábor hangja hallatszik, maradjunk ennél, hogy szurkolásban egyértelműen mi dominálunk. A hazai szurkolók csendben nézegetik a mérkőzést. Néha-néha felhangzik egy dob, néha-néha meggratulálják Lipcsei Pétert, de azon kívül nem igen hallatják a hangjukat. Sai az, aki előre fejelte a labdát. Aztán Kékesi gyűjti be, majd vissza Merglennek. Köböl. Sáj. Ő kapja vissza. Kajántól, aztán Sáj Kékesihez. Vág jelentkezik labdáért, és meg is kapja a játékszert. Köböl, aztán Kékesi, aztán Sáj. Vági. Varga. Ene lépett jó közbe, viszont a bedobása hazaiakat illeti. Vági. Vas. Új fent Vági. Köböl. Ene rúgja előre a labdát. Kékesi fejeli vissza. Mohos kilökte a labda alól Vas Ádámot, így aztán szabadrugás a Soroksár javára. Kékesi végezheti el. Mergle. Előreéveli, ahol csak Jagodics, ott találja Jagodics, visszafejeli. Nyíri megtoldja. Sáj pedig egészen hátra a kapusunkhoz, Pálfihoz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy a színvonal az egeket verdesi. De hát bennünket szerintem ez sem zavarna, hogyha találnánk egy gólt, amivel mondjuk 1-0-ra nyernénk meg a mérkőzést. Pálfi.
Nyugodics lépett ki a védőfalból, aztán Mohos, majd Kelemen. Sáj szerelte Kelement, és megindul előre. Kelemen oda csúszott, és így aztán bedobás a hazaiak javára, amit majd Korozmán végezhet el. Teheti mindezt a 61. perc kezdetén, amikor az állás Soroksár, haladás továbbra is 0-0. Alekszandar Jovicsnak, mint ahogyan említettem már a mérkőzés során többször is, nincs olyan túlságosan sok változtatási lehetősége, mivel egy fél csapatra való meghatározó játékosa hiányzik, ugye eltiltás miatt nincs a keretben Szakály, Erdei és Rácz Barnabás, aztán sérülés miatt hiányzik például az a Cserny Kornél, aki nagyon sok lehetőséget kapott a bajnoki mérkőzések során, de például Tarján Patrik a szemműtéte után lábadozik, így aztán rá sem számíthat a vezetőedzőnk. Ennek kapja mindeközben a labdát. Varga jött ki zavarni, de róla vágódott ki. Egészen pontosan pattant ki a labda oldalra, bedobása javunkra. Nem kapkodj ellene. Nyíri felé, de Vági megelőzi. Most pedig Beronje dugta előre a labdát. Egészen Merglegi. A hazai a kapusa pedig kihajítja a játékszert. Sáj hozza előre a labdát. A turbános német. Lovrencsics felé. Szerencsére nem tudta átvenni a labdát. A hazaiak csapatkapitánya. Pálfi gurítja oda Jagodicsnak. Jagodics vissza Pálfihoz, aztán Bolla. Bolla Kelemenhez. Kelem átlép a hazaiak tér felére, ahol Sájjal találkozik és bedobás a javunkra. Nyíri felé jön a labda, Kékesi előzte meg, újból dobhatunk, de ezért egy jó 15-20 métert jöttünk előre, és ismét Beronje kezében a laszti. Beronje most lábbal próbálkozhat, Zvekanov, és jöhet rövid időn belül a harmadik bedobásunk, viszont ott a 16-os környékén Sáj ült le a fűre, minden valószínűség szerint ápolást kér a hazaiak. Talán a legjobb játékosa a mai mérkőzésen. Sáj Sadirek. Hát vele sokat veszítenének a hazaiak, hogyha ne adj Isten megsérülne. A halibé közép továbbra is. Egyértelműen fölényben a hazaiakkal szemben. Szinte csak az ő hangjukat hallani. Hát jó lenne, hogyha most már egyszer mondjuk gólt is kiálthatnának a srácok. Pontosabban gólt is ünnepelhetnének. Nem szeretnék jósolni, még véletlenül sem, de ugye a 65. perc környékén már talán ki lehet jelenteni azt, hogy ez a meccs nagyon-nagyon úgy fest, hogy aki rúg egy gólt, az meg is nyeri. De alakulhat másképpen is. De valahogy ilyen szaga van ennek a derbinek. Jancsó a labdával. Beronje tette vissza, Bolla, aztán Jagodics. Mohos. Ene. Aztán Pálfi. Előre nyújtja a labdát, Mohos és Kékesi küzd. Kékesi el tudta fejelni. Vas gyűjtötte be. Aztán Köböl.
majd pedig Ene avatkozhatott játékba, aztán Zvekanov bedobása javunkra. Nyíri passzába léptek bele a hazaiak. Ene, Zvekanov, Bolla. Ez így jó volt. Jancsó kapta a labdát, Bolla nem biztos, hogy így akarta. Ez viszont így jó lehet. Beronja ütőjét szedték fel az utolsó pillanatban, amikor lövésre készült. A 73-as számú szombathelyi játékos. Bedobása javunkra. De nem is bedobás, hanem a játékvezető mutatja, hogy ez bizony az alapvonalon ment ki, így aztán szöglet következik. Horváth Rajmund végezheti majd el. Jól tekeredik középre! Mergl ütötte ki a labdát, majd pedig a védők előre vágják. Ott pedig Varga küzdhet Beronyával. A miénk nyertek, mármint Beronya jeleskedett most. Labda pedig már Nyíri Vincénél, aki visszapasszolja azt itt Pálfinak. Jagodics. Német. Kirúgja a labdát oldalra. Bedobása javunkra. Horvát. De csak odaadta Beronyának, aki majd a bedobást elvégezheti. A 67. percben járunk, az állás Soroksár haladás 0-0. Mohos rajtol a labdáért, de Sáj előnyösebb pozícióban volt és szépen keresztezett. Majd pedig lányos zavarában kirúgta a lasztit az oldalvonalon túlra. Újabb bedobás a javunkra, szerintem az utóbbi másfél percben, ez körülbelül az 5. alkalommal, hogy bedobást végezhetünk el. És akkor itt a 6. kérem tisztelettel. Ezt is Beronya dobhatja majd be. Jancsó. Zvekanov. Bolla. Óha, ez nagyon rossznak tűnik ez az átadás, és nem csak rossznak tűnik, hanem az is. Korozmán a labdával visszateszi Lovrencsicsnek. Lovrencsics Vargának. Passzol Varga vissza középre, Lovrencsics előtt adódott lehetőség, viszont még ki sem megy a labda. Sem az alapvonalon túlra, sem pedig az oldalvonalon túlra. Nyíri pedig begyűjtötte, majd pedig előre rúgja azt. Kelement kereste a labdával, Vas Ádámot talált. Köböl, aztán Sáj. Kaján. Varga. Beronya indulhatna meg, ha Kaján nem lépett volna oda. A bedobást most a soroksáriak végezhetik el. Így van. Német rugott egy egészségeset bele a labdába, majd pedig Ene tette ugyanezt. Vági, Kékesi, Mergle a labda útja. Ene. Előzte meg az emberét. Szabadrugás. Mohos került a fűre. Jagodics a labda mögött, előre teszi. Horváth, de kár, hogy lesről. Indult a támadónk, viszont itt sem lett volna gól. A történet végé ugyanis Rajmi kapu mellé lőtte a labdát. A közvetett szabadrugást elvégezték a hazaiak Sáj a labdával, amit elvesz tőle Kelemen. Szöglet. A 70. percben járunk már, és továbbra is gól nélküli döntetlenre állnak a küzdőfelek. Horváth Rajmund végzi majd el ezt a szögletet is. Elő van Jagodics is, aki ugye a Honvéd ellen győztes gólt szerzett. Még pedig fejjel. Megismételhetné azt a produkciót. Csapatkapitányunk.
Kelemen küzdött a labdáért, majd egy lövés, Ene próbált meg rádölni. Kevés sikerrel kirúgás a Soroksárjavára. De azért azt elmondhatjuk, hogy inkább a mieink birtokolják a labdát. A hazaik a kontra lehetőségekre várnak. Hát egyelőre nem sok adódott nekik ebből a műfajból. Nyíri. Aztán Kelemen, ez jó, Kelemen, Mohos kéri a labdát, Mohos kapja. Fennakadt Sájon, viszont Nyíri előtt egy lehetőség. Hát most nagyot védett Mergle. Kelemen még megpróbálkozott egy ollózásos mozdulattal gólt szerezni. Hát az 54. percben Nyíri szabadrugásból veszélyeztette a vendégek kapuját, most pedig egy támadás végén próbálkozhatott meg gólt lőni Nyíri Vince. Kelemennek a produkciója már jóval inkább a bravúr kategóriába tartozott, de hogyha gól születik belőle, akkor arról szerintem hónapokig beszélgethettünk. Vegyünk abba szövezetést ünnepelni. Horvát jöhet majd a sarokrúgással. Megint csak jól tekeredik középre a labda. Jagodics megy érte. Jagodics Kékesivel a nyakám. Szabadrúgása hazaiak javára. Korosz. És Kékesi végezheti majd el. Mégpedig hármas csere a hazaiaknál. Nem a Prózel, Lipcsei Péter, a 10-es számú játékos jön a 11-es helyett. Ennek ugye a 11-essel Köböl játszott, a Stuti. 97-es jön a 68-as helyett, ez azt jelenti, hogy Varga is lemegy a pályáról. És a végén pedig 23-as, 14-es. Na, Sáj szerintem sérülés miatt ment le a pályáról, és akkor gyorsan megpróbáljuk nézni, hogy kik 23-assal minden valószínűleg szerint a védelembe. Kroner jött. Nyíri a labdával. Jancsó elől Német rúgt el, majd pedig Ene próbálkozott egy hosszú átadással. Kelemen került. A földre fogja a fejét hátulról. Fejeltek bele a tarkójába. Éri. Ez falt. Vas volt a vétkes. Egész jó pozícióból rúghatunk szabadrugást, de Enének inkább a 16-oson belülre kellene helyezkednie. Elvégre az ő fejében benne van a gól. Egy jól fejelő magas védőről van. Szomi is cserélünk, most kettőt Horváth Rajmund jön le a pályáról, és Zvekanov edzői tanácsokért ballagott oda. Zvekanov biztos, hogy elhagyta a pályát. Egyelőre azt még nem látom, hogy ki érkezik a helyére, de mihelyett látom a számot a hátán. Én így azt mondanám látatlanban, hogy a mozgásából ítélve Szijjártó lehet az, de majd hamarosan kitolja kezet 88-assal Zvekanovot váltva. Merle végezheti majd el a kirúgást. Hát ez biztos, hogy nem posztra cserélt most Alekszandár Jovics, ugye Szijjártó általában a támadások befett a hazaiak előtt, szerencsére jókor tudtunk közbe lépni. Beronja volt, akiről kapu fölé pattant Gálf. Erre egészen 77 percet kellett várni. Kroner. Ja. Előre. Mindez 0-0-as állásnál. Jól lépett ki Németnél a labda. Húha, kapunkba. Már akkor, hát most két perc alatt két komoly lehetőséget is összehoztak a hazaiak. Hát azt hiszem teljesen fölösleges azt mondanom, hogy ez a gól nem volt benne a mérkőzésben.
hogy egyenlítsünk, vagy akár a magunk javára fordítsuk ezt a mérkőzést. Csak van egy tiszteletteljes kérdésem, még pedig az, hogy ki fog itt gólt rúgni, mármint a miénk közül. Arról úgy látom, hogy Pintér is készülődik majd a miénknél, tehát egy újabb támadót szeretne majd Alekszandár Jovic pályára küldeni, ami most teljesen indokolt is lenne, elvégre egy gólos hátrányban vagyunk, ugyanis az állás a Roksár haladás 1-0. Meg pedig akkor, amikor már az utolsó 10 percen belül járunk. Jagod is rúgja előre hosszan a labdát. Színjártó kézzel ért a játékszerhez, szabadrugás a hazaiak javára. Továbbra is csak azt tudom mondani, hogy a szurkolóink előtt le a kalappal. Végre most is buzdítják a csapatot, az ő hangjuk hallatszik, míg az 1-0-es erőnyben lévő soroksáriak fanatikusai, hát inkább azt mondanám szimpatizánsai, csendben nézik a mérkőzést. Lavrencsics pörgette a labdát Korozmán felé, viszont most már Szijjártó gyűjtheti be a labdát a felezővonal környékén, még a mi térfelünkön. Beronja Pálfihoz. Pálfi, aztán Ene. Jagodics. Vas rúgta vissza. Most pedig már a 97-es számú Hajdu küzd Jagodicsa. Jagodics egy szép csellel játszotta magát tisztára, aztán Mohos, Jancsó, majd ismét Jagodics. Most egy kicsit belebonyolódott a kapitányunk a cselekbe. Mohos rúgja előre a labdát, Nyíri Szijjártó felé. Kaján passzol Lovrencsicsnek, a hazaiak gólszerzője. Nem volt szabálytalanság, szöglet lesz, vagy pedig kirúgás? Kirúgás szerencsére. Gálfi, amióta beállt, elég sok gondot okozott már nekünk. Most viszont jön a csere, igen, Pintér Filip érkezik majd, mégpedig Mohos helyére. Egyik fiatal a másik fiatalt váltja. Hát a hosszabbítással együtt egy szűk 10 perce lesz majd Pintér Filipnek arra, hogy észrevétesse magát, akár egy góllal. Tettő már hasonlót, ugye ebben a bajnokságban 3 gólnál jár a fiatal támadunk. Mit nem adnánk azért, ha most megszerezné a negyediket? Jagodics. Bolla a labda útja. Jancsó kérés, kapja. Jagodics, Jancsó, Ene. Ezt nem ismét Jagodics. Bolla, Jancsó. Semmit sem tudtunk még előre menni. Bár volt 5 vagy 6 jó átadásunk. Ismétlen el labdával. Elveszítjük. Hajdu. Lovrencsics vissza Hajdunak. Hajdu felnéz. Ellövi a labda, viszont Bolláról szögletre vágódik. Korábban is mondtam, hogy hazaiak leginkább ellentámadásokra, kontrákra építenek, és bizony veszélyesek most már ezek a kontrák. Egy ilyen ellencsapás végén szereztek vezetést a soroksáriak, akkor, amikor Lovrencsics bólintott végül a hálónkba. Jagod is középen irányítja a többieket, hogy ki hova helyezkedjen a szögletnél, viszont a játékvezető Jancsóhoz ballagott oda. Nagyon úgy néz ki, hogy a hali játékosa meghúzódott, és lehet, hogy cserére lesz majd szükség. Mindeközben viszont szögletet végeznek el a hazaiak, és veszélyesen jön középre a labda, és oda Jagodics fejelte ki, aki az imént még a társakat irányította. Pintér a labdával, aztán Horváth, Kelemen, eddig szép, Nyíri,
5-5 ellen jövünk. Még mindig nyíri, most viszont sajnos lelassult a támadásunk, a labda viszont jónak tűnik. Pintér a kapu előtt, Pintér gól! Hát mondtam én az előbb, hogy ebben a kisrácban benn van a gól. És itt az a negyedik találat, amire annyira vágytunk. Mármint Pintér negyedik találata, azt jelenti, hogy a mérkőzés állása Soroksár haladás 1-1. A 85. percben tehát a nemrégiben beállt Pintér Filip nagyon szépen átvette a labdát, majd pedig okosan a bal alsó sarokba továbbított. Legyünk már őszinték. A sors igazságtalansága lett volna az, hogyha ezt a mérkőzést 1-0 arányban elveszítjük. Több lehetőségünk volt, inkább mi domináltunk, többet volt nálunk a labda. Maradjunk ennél a szónál, igazságtalan lett volna, hogyha ha 1-0-ra kikapunk. Az sem lenne igazságos, ha 2-1-re szenvednénk vereséget, de az már a mi bűnünk lenne, mert ettől a Soroksártól bizony két gólt kapni. Hát, hogy fogalmazzak? Több, mint luxus lenne. Viszont még a mérkőzésből a hosszabbítással együtt akár egy olyan 8-10 perc is lehet, tehát még meg is fordíthatjuk a derbit. Akár Pintér Filip 5. góljával. De én akkor se lennék szomorú, ha mondjuk Szijjártó Ármin szerezné a szezon során második találatát. Na, nézzük akkor ezt a hátralévő szűk 10 percet. Gálfi volt az, aki kiharcolt egy bedobást a hazaiak javára, akik gyorsan cserélnek is. Vas Ádám jött le a pályáról. És a 76-os számú gyorsan mindjárt megnézem majd a jegyzőkönyvet, hogy ki jöhetett be. A 76-os Dragóner Filip. Ugye ő Szombathelyen is rúgta a bőrt a haladás színeiben. Ha megint egy veszélyes szituáció a kapunk előtt, a jobb oldali beadás követően Gálfi a labdával. Szerencsére most nem tudott olyan pontosan passzolni, mint a haziak találata előtt tette, amikor Lovrencsics fejére ívelte a lasztit. Beronja. Hú, de nagyot rúgtak bele. Inkább azt mondanám, hogy alá, mert hogy nagyon technikásan megpróbálta továbbítani a labdát, a hazai játékos viszont rendesen elütötte Beronját, aki ott is marad a földön, viszont a hazaiak játékosának is fájt ez az ütközés. Úgyhogy ketten fekszenek egymás mellett, és kérdés az, hogy melyik játékosnak kell ápolás. Az 5-ös számú Kaján már lassan, de biztosan feltápászkodott. És reméljük, hogy Beronja is ezt teszi majd. A szabad rúgás viszont a hazaiak javára jár. Gálfi a labda mögött. Ezek szerint akkor a mieinkek, mármint Beronja volt szabáltam, viszont nagyon-nagyon elnéztük, benéztük ezt a szabadrugást. Mivel, hogy át a játék, ugye ilyenkor a szabályok szerint a játékvezető sípszavára van szükség a folytatáshoz, és ez maradt el, mármint a játékvezető még nem adott engedélyt a folytatásra, amit most ismét tudatosít a hazai játékosokban, hogy uraim, majd akkor folytatódhatjátok, ha én arra jelt adok. És most megteszi a játékvezető, el is végezheti a szabadrugást. Gálfi, aki vissza is kapja a labdát. Gálfi tekeri középre, Bolla rúgja előre. Veszélyesebbé vált jóval a haziak játék a Gálfi beállását követően. Mergl a labdával. Elkezdődött a rendes játékidő utolsó perce is. Bedobás a Soroksár javára, azt nézem közben, hogy a tartalék játékvezető
mit is mutat majd fel, azaz hány perc hosszabbítás lesz minimum. Kékesé labdával. Hajdu tette vissza. Kroner előreíveli, Kelemen visszafejeli. Aztán ismét Kroner, majd pedig Német a labdával. Német Korozmán felé. Ene. Szabadított fel fejjel. Bedobás, amit majd Vági végezhet el. Hajdu keresztlabdája hosszú. A játékvezető minimum 3 percet hosszabbít majd a mérkőzés végén. Ennyi idő van arra, hogy akár a magunk javára fordítsuk ezt a meccset, mivel az állás Soroksár SC haladás 1-1. Beronya dobja előre, Pintér felé. Német fejelt el a labdát. Aztán Szijjártó, Pintér, majd ismét Német, aki ugye turbánja miatt nagyon könnyen felismerhető. Bedobás a javunkra. Hiába reklamálnak a hazaiak. Nem történt szabálytalanság. Lovrencsics. Fogalmazzunk így, teljesen magától esett el. Nem segítettek ebben neki a mieink. Beronya végezheti el már a hosszabbítás percében a bedobást. Előrehajítja azt itt Pintér felé. Pintér. Aztán Kelemen harcol, azt ér, megszerezzük. Nyíri, Horváth, Nyíri. Szereltek a hazaiak, Korozmán. Most 4-3 ellen jönnek. Ene. Ó, de jókor volt jó helyem. Nem sokáig örülhettünk Halasztinak, mert ismét a vendégek, hazaiak, Hajdu, a 97-es számú sárga-fekete játékos. Kroner. Német. Ismét Kroner. Beíveri a 16-oson belőre, Ene elől elfejelik. Szerencsére Dragóner nem tudta irányítani a labdát, így aztán könnyedén megkaparintotta azt Pálfi. Hát szomorú lettem volna, hogyha bejött volna az a jóslatomhoz, hogy ez egy egygólos mérkőzés, mert az első gólt bizony ugye a hazaiak szerezték. Görcsöt kapott mindeközben Jancsó András lába. Jagud is próbál meg segíteni neki, sokat dolgozott Jancsó Bandi ezen a meccsen, sokat futott. Ahogy azt tőle megszokhattuk, lelkesen próbált meg hozzátenni a csapatunk játékához. Ugye most labdaejtés következik, mert a játékvezető megállította a meccset. Ismét Pálfi kezébe kerül a játékszer, aki majd minden bizonnyal átrugja a hazaiak tér felére. Lovrencsics próbál meg zavart kelteni. És Pálfi annak rendje és módja szerint előre rúgta a labdát. Kelemen megpróbál egy távoli lövéssel veszélyeztetni. Vági. Aztán Német. Ismét Kelemen. A 16-oson belőre lép, de szerelni tudtak a hazaiak. Bedobás. Szerintem túl sok minden már nem fog történni ezen a bedobáson kívül. De természetesen ezt az akciót még végig hagyhatná a játékvezető. Ene. Dobhatja be a 16-oson belőre. Nem azt teszi, hanem Horváth Rajmund lábára dobt be a labdát. Ene tekeri középre, mert lehúzza vége. Ennyi. A mérkőzés ebben a pillanatban véget ért. Az első félidőben 2-3 alkalommal távri lövésekkel veszélyeztettük a hazaiak kapuját. Isten igazából nagyobb zicsert nem tudtunk kialakítani az utolsó pillanatokban, már mint a szünet előtt utolsó pillanatokban volt egy veszélyes támadásunk, de Horváth Rajmund cselei után nem született gól. Aztán a második félidőben előbb Nyíri egy szabadrugásból, majd pedig egy lövésből veszélyeztetett.
viszont gólt a hazaiak szereztek a 78. percben. Lovrencsics fejese talált utat a kapunkba, szerencsére nem sokáig örülhettek a soroksáriak, ugyanis a 85. minutumban a csereként beálló Pintei Filip nagyon szépen összeszedte a labdát a 16-oson belül, majd pedig hilgattan továbbított a bal alsó sarokba, ezzel pedig fiatal támadón ki is alakította az 1-1-es végeredményt. Én azt hiszem, hogy ez a mai mérkőzésen igazságos eredmény született, a több kulcsjátékosát is nélkülöző csapatunk kifejezetten jól helyt állt a 7. helyen álló Soroksár otthonában, így aztán ez az egy pont, én azt hiszem, mindenképpen jónak mondható, mármint amit itt begyűjtöttünk idegenben. Idegenben soha nem rossz az, hogyha a csapat döntetlent játszik, és hát tegyük a szívünkre a kezünket, győzelmet a mai meccsen egyik csapat sem érdemelt. Így aztán megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, a végeredménnyel búcsúznék. Soroksár SC haladás 1-1.